Szevasztok, én Elek, Robi vagyok. Hú, milyen meglepő, nem? Amúgy ne aggódjatok, még élek. Aki esetleg nem tudna, hogy miről van szó, az mindenféleképpen nézze meg az előző videómat, ahol eléggé furcsa telefonszámokat hívogattam fel, és a komment szekcióban már mindenki sírt, hogy ez az utolsó videó, mert meg fogok halni, meg nem tudom, mi fog bekövetkezni, de ne aggódjatok, nem történt semmi azon kívül, hogy Ázsiából, Dél-Afrikából, illetve Amerikából folyamatosan hívogatnak engem. Nem tudom, hogy kik, ugyanis még egyszer sem sikerült felvennem a telefont, de majd ha fel tudom valamikor venni a telefont, amikor éppen hívnak, akkor megpróbálok videózni, és ígérem, hogy meg fogom nektek mutatni. Na de inkább foglalkozzunk ezzel a videóval, ugyanis elhoztam nektek a legeslegfiatalabb szülőket az egész világon. A komment részlegben úgy jöhetnek a tippjeitek, hogy szerintetek hány éves a legfiatalabb anyuka, vagy esetleg a legfiatalabb apuka. Én a Mónika sós tapasztalataimból adódóan olyan 14-15-re tippelnék, na de majd mindjárt ki fogjuk úgyis deríteni közösen. Hú, de jó, még képek is lesznek nekünk. A kép alapján olyan 20-at tippelnék, de az nem tudom, hol számít fiatalnak, szóval lehet nagyon sokat tévedtem. Mi? Várjál! 14 évesek mindketten ezen a képen! Na jó. Hogy a fenébe vagytok ti 14 évesek? Milyen komoly már! Fú, de amúgy gondoljatok már bele, 14 évesen már gyerekük van, ami azt jelenti, hogy ha 24 évesek lesznek, akkor már az a gyerek 10 éves lesz. Milyen rossz lett már annak a gyereknek, nem? Tuli Saka még gyereknek néz ki, hiszen még az is, azonban már 10 éves korában édesanya lett. Várjunk csak, az lehetséges? Nem vagyok egy biológus, de az lehetséges, hogy 10 évesen már gyereked van? De az hopp csak így lett! 10 éves vagy ember! Fú, ideges leszek a végén. Cordes a Zahai lesz kozva, csak 11 volt, amikor babát várt. És a Poli az hány éves amúgy? 25? Nem értem az emberiséget, nem fogom megérteni egyszerűen. És akkor itt van egy boldog család, nézzetek csak rájuk. Inkább nem olvasom ki a neveket a profi kiejtésemmel. Első gyerekét 12 éves korában szülte. És akkor ott büszkék rá. Gondoljatok már bele, hogyha mondjuk nektek lenne egy fiatok vagy lányatok, és már 12 évesen gyereke lenne. Amikor még ő is gyerek, akkor hova legyen gyereke? Ne csináld már velem, ne csináld! Na ne, milyen cikket találtam, ezt figyeld! 5 évesen szült a legfiatalabb anyuka, a kislány anyja először azt hitte, lányát megszállta az ördög. Az orvosokat kérte, üzzék ki a lányából a gonoszt. Várjál már, 5 évesen? A kislány édesanyja szerint Lina már 3 éves korában menstruált, így biológiailag semmi akadálya sem volt a fogantatásnak. De az a mai napig rejti, hogy kiejthette teherbe. 10 éven át nővérének hitte édesanyját. Ez amúgy nem vicces, de gondolj már bele, milyen durva. Vagyok 17 évesen, és akkor lehetne egy 12 éves fiam. Apátok lehetnék. Ennek a lánynak pedig már 11 évesen van gyereke. De ez olyan durva, szerencsétlen gyerekek. Hogy nevel fel egy gyerek egy gyereket? Egy gyerek mellé felnőtt kell, apa, anya. Na mindegy. Itt pedig egy 16, illetve egy 12 éves gyerek, akiknek már 2 darab gyerekük van. Na de remélem, hogy tetszett nektek, srácok, ez a videó. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook oldalam, illetve az Instagram oldalam, ahol amúgy megéri bekövetni, lent van a leírásban. A csengőt mindenféleképpen nyomjátok meg. Majd találkozunk egy következő videóban. Én Elek Robi voltam. Szevasztok!